ספר כתבי בעל הסולם בעמוד... יו רגעת, מנקינק בעל הסולם, אילה שי בועטן לו. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. ez jó tájért című cikket folytatjuk, kérdéseket lehet feltenni a... élőben a Kabala TV-n keresztül, és ezeket meghallgatjuk a lecke során. Tehát ez jó tájért című cikket folytatjuk. Avadim ainu vechulei, שנינו במסכת מי פסחים מולטו. שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. Írva van a Meszehet Beszehimben, hogy egy feljelentésre kezdődik, és egy imádvág végződik. És a feljelentés dolgában Ráv és Smuel vitában voltak. Ráv azt mondta, hogy a kezdetben az ősapáink bálványimádok voltak. És a Smuel pedig azt mondja, hogy mi rabszolgák vagyunk, és a gyakorlat Smuelt igazolta, és meg kell értenünk ezt a vitát. Rav belső állapotokról beszélünk, tehát a kabbalában semmi másról nincs szó, mint belső állapotokról, belső munkáról. Tehát, hogy bálványok vagy rabszolgák, bálványimádok vagy rabszolgák, ezek mind az ember belső állapotai. Mi a különbség a rabszolga állapota és a bálványimádás állapota között? Hatalmas különbség van, magyarok. A bálványimádás azt jelenti, hogy ebben a munkában, hogy ezt megtették ezt a munkát, és élvezték is. A rabszolga azt jelenti, hogy nem akartunk ebben lenni, de nem volt választásunk. Különböző külső nyomások miatt tettük meg ezt, különböző szenvedéseken keresztül nyomva. Tehát ez a különbség, hogy szükségszerűen meg kellett tennünk, vagy élveztük ezt a munkát. Ez a különbség a kettő között. Tehát olvassuk, hogy mit ír. És az oka, hogy egy feljelentésre kezdődik, és egy imád végzők, ahogy az írva van, ahogy a fény felülmúlja a sötétséget. Ezért emlékeznünk kell a feljelentés dolgára, mert ezen keresztül képesek leszünk megszerezni a teremtő kegyelmének tudását. Ezt képesek leszünk magunkra vonni. Ismert, hogy a kezdetben egy feljelentésre kezdődött, mivel a hiány megelőzi a jelenlétet. És ezért írják, hogy az ember egy vadszamár kölykeként születik, és végül pedig elnyeri az ember formáját. És ez alkalmazható a teremtés minden egyes elementumára. És ez izraeli nemzet gyökere is. Rav, ez azt jelenti, hogy egy olyan állapotba kezdünk, ami teljesen ellentétes a tökéletességgel, és fokozatosan érjük el a tökéletességet. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan állapotban kezdjük, amit úgy tudunk, hogy az együttműködő szabadszerű vagyunk, és itt bálványimádak vagyunk. És ennek az oka, mivel a teremtő a hiányból teremtett mindent, és ezért nincs egy egyetlen teremtés, ami nem előzetesen egy hiány lenne. Habár ez a hiány egy leválasztott forma, de megjelenik a teremtés minden elementumában, mivel a valóság négy részére, mozdulatlan növényi állat és beszél szintekre, és mindenhol azt találjuk, hogy szükségszerűen a teljes hiányból születik minden. És habár a kezdetben a vegetatív szint nem teljes hiány, de úgy tűnik, mintha egy bizonyos szint összehasonlítva magával, és ezt úgy tartjuk, hogy egy hiány. És ahogy ezt elvetjük, kezdetben ez is hiány, és fokozatosan éri el a vegetatív formát. És ugyanez találtam meg az állat és a beszélő szinteknél. És a vegetatív az a növényi szintet is hiánynak tekintjük. És összehasonlítva, különösen összehasonlítva a felsőbb szintekkel. És ezért ez a szöveg megtanítja nekünk,
hogy az ember csak hiányban születik, és ezt az ember szinte a bestia szintjék nevezük. És ezért van írva, hogy az ember a vadszamár gyerekeként születik. Mivel szükségszerű, hogy minden ember ebben az állapotban, tehát a bestia szintjén kezdje az életét. Mert minden ebből érkezik, és így utána nyeri az ember formáját. Ez tiszta? Kérdezi Rav. Oké. Okay. זה קצת מופשט, זאת אומרת, על מה מדובר פה העניין הזה שלהם? זה קצת אבסטרקט, נקם אמירה להתבסלוג. דומם, צומח, חיים, דוגה. התפתחות הרצון. אז זו ועד פעילו די, יש לנו בסלוג. אנחנו מתפתחים מהרצון שהוא בעצם טיפה. זו ועד נקו כולם איזה סינטי. שאין בה שום דבר. תתו, אלו סור. Ez a vágy csak egy csepp, nincs más benne, és fokozatosan kezdve fejlődni. És ettől a ponttól kezdve fejlődik és fejlődik, milyen formákon megy keresztül, amíg el nem éri egy hatalmas és erős személy szintjét. Minden egyes alkalommal, amikor fokozatos fejlődés során a teremtés összes része így fejlődik. Ezt nem látjuk mindenhol, különösen a vegetatív szinteknél, mert fokozatos. Fokozatosan történik. Különböző évszakok vannak. Az élő rendszerekben nagyobb változások mennek végbe. És ez a... A beszélő szintjén látjuk a legesszenciálisabb, leggyorsabb változásokat. Tehát ez olyan, mintha egy adott szint ugyanabban a fokozatban lenne, és a következő szintben ezekből a fokozatokból épülne meg. Írja, hogy a fény felül múlja a sötétséget, mivel a hiányból teremtett, minden a terem, mint jelent ez? Ez azt jelenti magyarabb, hogy van egy szint, ami még nem tárult föl előzetesen. Ez mind a teremtett lények vonatkozásról beszélünk erről. Mert a teremtett lényeknek csak az áll rendelkezésükre, amit elértek. Mert nem beszéltünk arról, soha nem beszéltünk a teremtővel kapcsolatban, a teremtővel való viszonyról. A teremtő vonatkozásában. A teremtett lények érnek el egy olyan állapotot, ahol feltárulhat a teremtő. Tehát nem tudunk más leírni, mint ami a teremtett lények elérnek, ami a rendelkezésük lehet. Miért jelent az, hogy először előzetes el van rejtve, és utána feltárul? Rav? Amikor feltárul, ez olyan, mint amikor először egy kisgyerek vagy, aztán tínédzser, és fokozatosan nősz, amíg el nem érsz ezt a bizonyos állapotot. Tehát ezek az összes formák, amik megelőzték a te állapotod, most egy névet, ezen keresztül érkezel ide, és így tárul föl, de... De miért ez a név? Hát ezt csak a te saját vonatkozásban tudjuk. Tehát saját magaddal összehasonlítva tudjuk meghatározni ezeket az állapotokat. És most tárult föl a névnek a jelenlegi formája. Ez olyan, mint egy bizonyos állapotban vagyunk. Nevezzük Ein Sofnak. Ez a teremtés kezdete és a vége, és a teljes folyamat, ez csak bennünk történik. Mégpedig azzal, hogy felfedezzük az fokozatosan az edényeinket. Felfedezzük ezt a teljes állapotot, a tökéletesség állapotát. Először elér egy bizonyos módon a valóságot az ember, majd egyre nagyobb és nagyobb vágya lesz, és mélyebben képes elérni a valóságot. Az összes részletét feltárja a valóságnak. Ezeket a vágyakat, a hiányokat, és ennek megfelelően belefoglaltatjuk magunkat ezekbe a hiányokba, és képesek leszünk elérni a tökéletességet.
Az, hogy nincs is más rajta kívül, a jó és jótevő, és így tovább. És a teljes munkánk az, hogy szép lassan feltárjuk a Teremtőt. Mivel a valóság egésze a Teremtő. Ez a Teremtő. Ez az, hogy ez feltárul a törött edényedben. Ez mind az Ein Szof világa. Ez a Teremtő? Természetesen. Ez a mennyország? Igen. És miért nem látod? Tehát nem látod a mennyországot, mivel törött vagy korrupt. És hogyha én látom a világot, akkor korrigált leszek. Tehát ez minden, amit az ember elér. Hogyha nem éri el, akkor nem is beszéltünk róla. És ez mind az emberben zajlik, egészen a nullától a teremtés végéig. És annak megfelelően cselekszel, amit elérsz. Te azt olvasod, amit a kabbalisták elértek. A Baal Shem Tov, Ari, az összes kabbalista. Tiknu et a kilim shelahem gilu olam atzilut garda atzilut. Tehát az edényeket is felfedezték a célt világát, a garda atzilutot. Elérték az őszintjük a teremtés végét. Rabbi Hia. Ugye olvashatjuk Rabbi Hia látomását. Ahogy leírta, hogy végighalad a fokozatokon, hogy fölmesszik a létre. És leírta, hogy vizsgálta meg az Ein Szofot az adott létrefokon. Az ő saját állapotának megfelelően. Ő azt mondta, hogy ez mind a hiányból származik, mind a hiányból lett megteremtve. Ez úgy tűnik, mintha teremtés előtte hiány létezett, hiány lett volna. És ebből született volna meg a létezés. És ezen keresztül fedezzük ezt fel. Ő mind az ember vonatkozásában beszél elő, abban az emberek vonatkozásában, aki eléri ezt. Ez mindegy, hogy Ádám Harishon, vagy Bala Szulám, ők mind emberek voltak, akik ebben a világban éltek. És amíg ebben a világban éltek, elérték ezt a felső valóságot. És ez az, amiről írtak. Amit elértek, azt leírtek. Amit képesek voltak felfedezni. Ugyanúgy, mint bármelyik más tudományban. De ez a tudomány különleges, mert megtanítja, hogy hogy korrigált az edényedet. Ezt hívjuk a kabala bölcsetének. Ez azért kifejlesztve, hogy ezen keresztül elkezd érezni a felső valóságot, azáltal, hogy a kabalát használ, korrigál az edényeit. És ezt a világot materialista világnak hívjuk, mert minden, amit itt érzel, az öt testi érzékeddel, ami meg lett adva a születésétől fogva, amilyen értelmel rendelkezel. Tehát ők tovább fejlődtek az érzékelésükben, tovább fejlődtek az érzelmeikben, és tanácsokat adtak neked, hogy hogyan vagy képes te is fejletni az értelmet és a szíved, és hogy használd helyesen. És ezért, ekkor, hogyha te
helyesen cselekszel, és korrigáld az érzékes edényét, akkor elkezded megérteni a helyes módon ezeket a szavakat, mivel látni fogod ugyanazokat a formákat, amiket ők felfedeztek. כן. הבעיה שהחיים של האדם כאילו קצרים. כאילו החיים של האדם... פרובלמה, חוי איזה אמבר... כן, קצר, כמה... אירוב סולגה. חי, ויכול גם... אז תרמיסטש. תרמיסטש, כן, אירוב. זאת אל 70 איבד. אסר ארוש... וגן, לגנגול. ו... אני לא יודע, אם הוא היה... És hogyha én meghalok, a világ megy tovább. Nem tudom, hogy ez a világ megy tovább, nem, hogy ez, amit az emberek gondolnak. Úgy gondolsz, hogy az ember meghal, akkor képes a világot tekinteni meg, és már nézni, hogy mások hogy élnek. Hát szerinted van ilyen dolog? Nem, mondja valamit. Hogy nem tudom. De tegyük fel, hogy van egy végtelen élet. És az ember, amit felfedez a világokban... Tehát, mint a könnyű lenne bizonyítani. De azért nem valami más, mondja Rav. Az élet az a felső erő felfedezése. Ezen keresztül fedezzük fel a teremtőt, és a teljes világ... A teljes világ az vagy leválaszt, vagy közel visz hozzá. Hát pont ez, amit mondok, hogy a mi nyomorult életünk, mintha valóban értéktelen lenne. Az ember megkapta ezt az életet, hogy felfedezze a felső világot. Hogyha az ember nem fedezi föl a felső, nem fedezi föl, hogy mennyire értékes az élete, mivel föl kell fedezni a felsőt, akkor úgy él, mint egy bestia. Akkor, mintha tényleg egy bestia lenne, egy állat, amit mint a mások megennének. Mert az embernek az élete az igazság felé kell adni, és sajnálhatja az életét, sajnálhatja, mit ért el, vagy mit nem ért el, de megvolt a lehetősége, hogy ezt megtegye. És mindazonáltal erőfeszítéseket kell tenned, hogy stabilizáld a valóság helyes képét. Azt, hogy akik ilyen szembenéznek, az nincs más rajta kívül, jó és jótevő. És ez az, ahogy kezelnem kell a valóságot. Mert a teremtőn kívül nincs senki más. Mindenki más csak bábú, akiket ő aktivál. Tehát nézd úgy, mint ez egy hatalmas játék lenne. Rajtad kívül, tehát egy játékban lennénk, akik mozognak, feltárulnak dolgok, hát nézd, hogy történik. Nagyon sok rendszer működik, nagyon sok dolog van. A média, az oktatás, a kultúra, ezek a kis emberek, akik sétálnak körülötted. Ez mind egy játék. Amit a teremtő mozgat egy folytában. És ezért kell egy korrekt módon viszonyult hozzá, és akkor felfedezed, hogy nincs más rajta kívül. Folytassuk. Mondják az oldalszámot, és az írások azt mondják, hogy az ember és a bestia, és te megtalálod őket, ó Uram. És mint egy bestiának meg lehet adva az összes szükség, hogy fönntartsa magát, és hogy kitöltse a célját. És ő megnyújtja az embernek az összes szükséget, hogy fönntarthassa magát. És ezért meg kell értenünk, hogy mi az előnye az embernek a bestiával szemben, az ő saját szempontjából. És valóban az ember
különböző dolgokat tud elérni, és különböző dolgokat kíván, mint egy bestia. És ebben a mértékben, ami, ahogy a teremtő megváltja őt, az ember meg tudja váltani a teremtő, a bestiát nem. És ezért az ember összes kívánalma, ez nem létezik a teljes állati szinten sem. Mert az embernek fel kell ébreszni magát az isteni dvekutra, a teremtőhöz való hozzátapadása. És erre csak az emberi faj képes, ahogy ez írva van, és senki más. Ezért az ember összes tendencia és hajlama, mondja Rav, de meg valami az állatnak, és egyébként ebből a szempontból nincs előnye az embernek az állattal szemben, de ami az emberben létezhet, és az a szívben található pont, és ez egyetlen állatban sincs meg. Ez képes felébredni benni, és képes a teremtő felé irányozni magát. Ezre csak az ember képes, ki kell fejleszteni ugyanazt a vágyat. Hogy eléri a teremtőt, tehát ez megjelenik ebben az ember szabásúban, amit embernek hívunk. Ez az az egy vágy, amit emberinek hívunk, a többi azok csak állati vágyok. Ez felébreszi a teremtő, és az ő belsőségeben akkor felbukkan az a vágy, hogy hasonlóan várjon a teremtőhöz, hogy Ádámmá emberé váljon. Folytatjuk, ebből az következik, hogy a jelenlét teljes dolga az emberben, az, ez a felkészülés, ami be lehet nyomtatva, hogy a teremtőért dolgozzon. És ezért ő felsőbbrendű a bestiánál. És ez már írva lett, még az intelligencia és az különböző politikai dolgok és a hatalmas bölcsesség, ez még mind az állati szinthez tartozik. Ez azt jelenti, hogy mindent egybevéve, minden, amit meg kell tennünk, az csak az, hogy ezt a szívben található pontot fejlesszük. És minden más, a tendenciák, a hajlamok, a vágyak, gondolatok, minden, amivel az ember rendelkezik, az nem az istenség szintjéhez tartozik. Az nem, nem tartozik a spirituális szinthez, hanem a bestia, az állat szintjén. Tehát, hogyha ha meghal az állati test, akkor nincs örökké valóság. Csak, hogyha elérik a bennük lévő Ádám szintjét, ha felemelkedünk ide. És ennek megfelelően máshol megérthetjük a hiányt, ami megelőzi a létezést. Hogy az ember arra vágyakozzon, hogy közel legyen a teremtőhöz, mivel az ember az állati szinten van. Ez azt jelenti, magyarul, hogyha nem akarjuk elérni az istenséget, ezt a fokozatot, tehát ez előzetesen hiányzik az emberből, mert ez a havájából jön, és aztán meg lesz a vágya, hogy elérje ezt a szintet minden egyes szinten keresztül. Felemelkedik ide, és aztán elkezdjük érezni ezt a egyfajta negativitást, mint nem akar rengeteg. Érzitek ezt? Tehát mit akartok? Tehát érzitek ezt? Et a bore, et a koach elion, lo rutzim klum, noflim li dargat behema. Minden a felső erőből terjed ki a teremtőtől. Nem is gondolunk rá, először a bestia, az állati szinten vagyunk, és aztán elkezdünk érezni egy hiányt. Egy olyan állapotba kerülünk, amit el akarnak menni aludni, nem akarunk semmit. Tehát éreztétek ezt a leckét kezdetén, nem? És így olyan módon alszunk,
Vagy még nem is, tehát egy olyan állapotban vagyunk, hogy alszunk, és nem is érezzük, hogy alszunk. Ez a hiány. Admatai, litamit. Meddig akár végtelenség is eltartod. Nagyon sok ember ezen a szinten van a világunkban. El kell magyarázni nekünk, hogy ez valóban a hiány állapota, és ha megérkezik a Hawaii, akkor értelmet nyer az életük, és pontosan ebből az állapotból emelkedhetünk fölé, itt érezhetjük ezt a hiányt, és itt kezdhetjük el feltenni a teremtő, a végtelen kitöltést. Tehát ennek megfelelően már megérthetjük a hiányt, és hogy ebből való létezést, hogy az emberek megpróbálják közel kerülni a teremtőhöz, mivel az ember először valóban az állati szinten van. És most már megvizsgálhatjuk ezeket a szavakat, hogy egy feljelentéssel kezdődik, és egy imával végződik. És ez a jelentés annak, hogy emlékeznünk kell, hogy minden hiánnyal kezdődik. És ez egy pozitív dolog. Tehát egy feljelentéssel kezdődik, ez szerint, hogy egy feljelentéssel kezdődik, és egy imával végződik. Tehát nagyon fontos állapot előtt állunk, mondja Rav. טוב למותי בחיי, שאין לי טעם בחיים, שאין בשביל לחיות, שאני לא מצליח. Érezzük ez a világon, mintha nem is lenne értelme az életnek, nem lenne értelme annak, hogy hihek. Pont ebből az állapotból kell eljutnunk felemelkedésre, ezért törődnünk kell mindenkivel, mindenkinek meg kell mutatnunk az élet értelmét, és ezt fokozatosan le kell tisztáznunk. Látjuk, hogy a világ milyen helyzetbe kerül, politikailag, pénzügyileg, milyen állapotokon mennek keresztül, különösen Izrael nemzete. És éreznünk kell, érezni fogjuk ezt a totális hiányt. De most, mintha még nem éreznék ezt. Vannak nagyon okos emberek, makacsak hatalmas egóval, mintha sikeresek lennének minden szituációban. De ez nem fog segíteni. Mert meg kell ragadnunk ezt az általános hiányt, hogy elkezdjük a korrekciót. És ez a jelentése a négy számvezetésnek, amelyik megelőzik a négy megváltást. A negyedik megváltás lesz a teljes komplett tökéletesség, ami reméljük elérkezik a napjainkban hamarosan. Amen. A számvezetés a hiányra vonatkozik, ami megelőzi a jelenlétet, ami a megváltás. És ez mivel... Tehát ez a hiány készít fel minket a Hawaii-ra, a Hawaii megszerzésére, és ez megmutatja nekünk ezt a visszautazítást. És a megváltás az megváltás összes betűje létezik a számvezetésben, kivéve az alefet, és ez indikálja az alufot, hogy a világ királyai leszünk. Ez megtanítja nekünk, hogy a hiány az a jelenlét negációjából következik. Azaz, hogy felkészítjük az elényünket, mondja Rav. És ismerjük a megváltás formáját. Annak a felnek, vesnek megfelelően, hogy az ember nem tanítja már a fele barátját, mert mindenki ismerni fog engem a legkisebbtől a legnagyobbig. És ezért az előzetes hiányok formája, ez azt jelenti, hogy a számzetes formája, az a teremtő ismeretének a hiányát jelenti. Ez az alef betű hiánya, ami hiányzik a golából, a számvezetésből, és jelen van a geulában, a megváltásban. És a devekut, ez a devekut a világ királyával. És ez pontosan a lelkek megváltása, nem több és nem kevesebb. És ahogy mondtuk, a geula összes betűje jelen van a gólában, kivéve az alefet, ami a világ királyát jelenti.
יוסף מירושלים שואל, מתי בפעם הראשונה זוכה אדם להרגיש את הגלות? Jeruzsálemből kérdezik, hogy az ember először a számozatást érzi, először ezt kell érznünk magyarabb, ez az egyiptomi számozatás, beszél a Tóra az összes megkülönbözésekről, hogy mentünk ezen keresztül, mindenki a saját maga állapotának megfelelően, de mindenki fölfedezi, a teljes világ, teljes világot, Babilont, Egyiptom földjét. Hogy ő mennyire része ennek, hol tehet ebben, milyen vágyak bukanak fölvenni. Az emberi vágyakat is fölfedezi. Hogy mit jelent az Egyiptom? Tehát ez a vágyaknak egy gyűjteménye, amelyek mind léteznek. És ezeknek a különböző vágyak vonatkozásában az ember különböző állapotokon megy keresztül. Mindenkinek keresztül kell menni, és reméljük, hogy gyorsan keresztül megyünk. Helyes felkészüléssel, és már csak egy rövid idő maradt hátra, amíg keresztül kell mennünk ezeket. Az isteni hozzátapadás, a dvekut, ez csak az képes, akinek szívben található pontja van, csak neki van ez a hajlama. Igen, tehát mi van a maradék? Tehát mi van a többi embere? Tehát a szívben található pont az, amivel hozzá tudunk kapcsolódni, magyarabb. A szívben található pont ez valami, az ember tudatosságában jelenik meg, vagy fölébred. Tehát mi csak ezekről a megkülönböztetésekről beszélünk, magyarabb, amik az emberben léteznek, az ember érzéseiben. Amit az ember nem érez, arról nem beszélünk, nem is beszélhetünk róla. A Tóra instrukciókat ad nekünk, hogy hogyan valósítsuk meg. De ezek nagyon gyakorlati dolgok. El kell érni az egyiptomi számozatást. És pontosan ezt kell elérnem. És örülnem kell, hogy Ábrahám is örült. Mi van az ő fiai számvezetésben vannak? Ez a számvezetésben nagyszerű. A fáraó alatt fogunk szenvedni 400 évig. Ábrahám megköszönte a teremtőnek, mert pontosan látta, hogy ez, ennek kell megelőzni a megváltást. Valóban hálásnak és kegyelmesnek kell lenned. Tehát ezt mindazok mondják, akinek szépen talált a pontjuk van. Igen. És milyen pontok vannak itt? Amikor ez a szépen talált a pont, amit egy szerv elkezd, attól pillanatra kezdve, minden egyes állapotban a kapcsolatot kell keresni, és a teremtővel összetapadást. Amikor ő eltűnik, tehát neked bele kell foglaltatod magad ennél. Egyre pontosabban érezned kell őt. És így kell tekinteni a teremtésre minden egyes pillanatban. Hogy fejlődik a szívben található pont? Mi fejleszti? A szívben található pont az a fény fejleszti. A saját idejében való fejlődésnek megfelelően, vagy a saját részvételnek megfelelően, amikor felgyorsítjuk az időt, és ezt hívjuk úgy, hogy felgyorsítás. Tehát van egy szívben található pont,
néhány ember tudatos ebben, és ez a vágy tudatos, de az ember többi vágyai, tehát a többi vágya az áldozathoz tartozik, mondja, mi csak a beszélő szintről beszélünk. A szívben pont a beszélő szint vágya. Aki a teremtőhez akar tapadni, és nem akar megmondani az alsóbb szinteken. Ez az Ádám szintje, a beszélő szintje, aki hasonló akar lenni a teremtőhez. Ez a nefesnek a kezdete. Ők a negyedik szint edényei. A felkészülés ideje alatt van szívben talált a pont? Én nem tudom, mi ez az felkészülés ideje, de az ember, aki azt érzi, hogy fel akarja tenni a teremtőt, őt úgy hívjuk, hogy van szívben talált a pontja. Amúgy ez elkezd működni. Mint hogyha nem érzne semmi is az életében, különböző több száz állapoton megy keresztül az életében, különböző örömeket kapott, de ez nem elégíti ki őt. Valami többet keres, valami olyat, ami maga fölött van, ami túl van az életben. Ez az, amit meg akar érteni. Mivel az életnek van értelme, és van oka. Lehetetlen, hogy, valami, hogy ez ne létezzen. Az ember ezt fel akarja fedezni. És az egész élet úgy tűnik szerint egy játék, és ezen a játékon belül van, és fel akarja fedezni, hogy ki működteti ezt a játékot. Miért, milyen irányba. Ezt hívjuk úgy, hogy felébred a szívben található pontja, hogy felfedezze a felső erőt. חוסר סיפוק אם נגיד לא להתמלות מרצונות דעולם הזה כל החוסר סיפוק הזה כרגש יעניה מסנתי עוד דם תודי כרגי תבעלי אתם בבילג בון תתו למית איזן טול קרש איזה סיבן תלת הפונט כפייזת נשא זה מגד סר כרגי יו תתו איזן בר nem tudja kielégíteni a vágyait ebben a világban. És valami ezen túlit keres. Ez a szívben lévő pont kifejeződésben, igen, ez a kezdete. És akkor a szívben talált a pont, kapcsolódni akar. Kihez kapcsolódni? Hogy felterjön több pontokat, mint teremtőhöz? Nem akarom más pontokat, én a teremtőt akarom, mivel a teremtő a forrás. Az én kitöltésemnek a forrása. Hogy érezzem, hogy megértsem. Tehát készen állok, hogy kapcsoljak a keresztül a teremtővel. És én nem is törődöm más pontokkal, vagy más... Nem törődöm a világgal, nem törődök a rokonaimmal. Én csak magammal törődök. És azért, hogy elérjem a teremtés célját. Az élet értelmét. Oké, de ez nem elég. Tehát van egy bizonyos pont, tehát egyetlen pont, hát később majd, amikor elérkezik a kamra bölcseletéhez, akkor szükség lesz, hogy másokhoz kapcsolódjon. Hogy elérjen 10 pont egyik kapcsolódjon össze. Mikor a legkisebb mértékben is kapcsolódnak össze, felfedezték a teremtőt. Ez nem módon kapcsolódnak az emberek. 10 vágy, a teremtő felé a 10 vágy összekapcsolódik és felfedezi a teremtőt. És ezt hívjuk a lélek kezdetének. Tehát, hogy a teremtőhöz kapcsolódjak, le kell nullázni magát és más pontokhoz kell kapcsolódnia. Mindenkinek megvan a saját pontja, és ezt mások pontok, más pontokhoz, más szívben talált a pontokhoz kell hozzákapcsolnom. És így építjük meg a lélek edényének a kezdetét, a legelső pontot. Ez a Jútban létezik, hogy ezt tanuljuk. Ugye Tetváv, a 16, ahogy ezt a tesztben olvastuk. Én arra egy olyan állapotról kérdezek,
amikor a szívben található pont elkezd belépni a kabalába, és elkezd más szívben található pontokhoz kapcsolni. Mi vezeti a szívben található pontot, hogy... Bocsánat, a WAF 15 kijavította magát. Tehát mi vezeti a szívben található pontot, hogy más pontokhoz kapcsoljon? Ez egy sóvárgás, és egy sürgetés a teremtő felől, mivel nincs más választások. Egyébként nem kapcsolatunk másokhoz, mert egyébként szeretnék bárki mást is. Nyilván nem, de nincs választásom. Tehát elmegyek és magam, belefoglalom magam egy közösségbe, ahol fölmerül ez a hiány egymás között. Példát adunk egymásnak. És megpróbálunk elérni egyetlen vágyat, összekapcsoljuk a pontokat egybe, és ebből az egy pontból elkezdjük érezni a valóságot. Tehát csak a kapcsolatokon dolgozunk, és a kapcsolatunk tehát a kapcsolat növekszik közöttünk az intenzitása, ezek az erők, és az erők, az ego is fokozatosan növekszik, és egy új forma tárul föl közöttünk, amíg el nem érjük a világok feltárulását. Tehát, hogy képes az ember elhozni a szívben található pontját a kapcsolathoz, amikor a szíve nem akar kapcsolni? Én nem értem, hogy mit jelent ez, tehát mi a reformáló fénynyel dolgozunk, a reformáló fény irányába. De magunkra kell húznunk a reformáló fényt, hogy befolyásolja minket ezzel a hiánnyal, hogy kapcsolni akarok más pontokhoz. Ez a mi hajlamunk a teremtő felé. Nincs más a teremtőn kívül. És a szívben talált a pontom, és más 9 ember együtt meg akarja, de készen áll, hogy összekapcsolódjon, és sóvárog a teremtőre, hogy örömet okozzon neki, és ezen keresztül képes leszel feltenni a teremtőt, képesek lesznek feltenni magatokban. És más nem veszünk figyelembe. Erre kell felemelni a hiányt, és erre kell érezni a szükséget. Rav, hogy elmerünk a barátok szeretetében és a kapcsolatban, azért, hogy megvalósítsuk, amit meg kell valósítunk és meg kell tennünk. És van egy olyan érzésem, talán rosszul érzelem, rosszul gondolom, de arra gondolunk, hogy sikeresnek kell lennünk. De hogy nem készítettük föl magunkat arra, hogy lehet, hogyha kudarcot valunk, az a siker bizonyos szempontból. Tehát ennek kell megtörténni. Én nem tudom, hogy mit mondjak, Rav, de te kívántak terjeszteni, összekapcsolódtok. Tehát, ahogyha mi jobban összekapcsolódunk, majd kinyitjuk ezt a témát, és megbeszéljük. Áron kérdez, héberül. Rav, azt mondjuk, hogy te nem mondhatjuk, nincs másodat kívül, ha a hit nélkül. A kabbalában hit azt jelenti, hogy én valóban érzem ezt. Én ezt is mondjuk, hogy ez meg nincs más rajta kívül. Tehát ha ezt ki tudjuk mondani, akkor megvan a hitünk. Nem, nekünk tudnunk kell, hogy hova kell eljutnunk, mondja Rav. Tudnunk kell, hogy hova kell elérkeznünk, milyen állapotba. És hogy mi egy olyan állapotban vagyunk, amit nincs más rajta kívül határoz meg. És a teljes világ a teremtő beleöltözött ebbe,
és ő okozza a világ összes állapotát. De, tegyük, de az egész világ nem is létezik. De tegyük fel, hogy létezik, de ez csak erőknek az összjátéka. De eközben, mindegy, hogy hány alkalommal halljuk ezt öntől, de, hát, de képtelenül ezt kimondani, hogy nincs más rajta kívül. Tehát én nem érzem. Tehát ez azt jelenti, hát akkor nem mondhatom, ha nem érzem. Nem mondhatjuk, mivel erre sorvárgunk, hogy felfedezzük. Te nem vagy leválasztva ettől, te fel akarod fedezni a természetnek ezt a törvényét. Hogy egyetlen törvény létezik a természetben. Hogy nincs más, csak ez az egy erő, ez működik mindenen, a valóság különböző részein, és mindent egybevéve. Ez nem valami misztikus dolog, és csak különböző erők összjátéka. És fokozatosan felfedezzük ezt mindenhol, a kémiában, biológiában, zoológiában, az összes szinten. A sejt szintjén, Ádám szintjén, a pszichológiában. Tehát az egyetlen erő működik. Ez az, amit a Kabbala bölcset állít. Hogy nincs probléma ezzel. Nincs más probléma, csak hogy felfedezzük ezt egy tudományos módon, hogy feltárjuk ezt a jelenséget. Elkezdjünk ezzel számolni, elkezdjük ezt figyelembe venni, hogy egyetlen erő működik. És az összes szabály ehhez kapcsolódik. Még nem értük el ezt az integrális szemléletet. Hogy, és mennyire össze vagyunk kapcsolódva, ezt még nem látjuk. De mindazáltal egyetlen erő működik. Tehát a Kabbala bölcs azt mondja, hogy elkezdjük ezt megközelíteni, és felfedezzük, fel kell feleznünk ezt az erőt. És ezt az erőt egyszerűen úgy hívjuk, hogy Izrael, ez a te urad, a te Istened. És itt a Havaya, ami a teljes teremtés, ami négy részre osztott, négy mértékre, és ebben egyetlen erő működik. Én azt kérdezem, hogy közben, amíg nincs meg az igazi hitem, nincs meg az igazi valódi elérésem, én ezt akarom, el akarom élni, tehát azt kell mondani, hogy az összes állapot a teremtőtől jön. De mit jelent ez az érzés? Mit jelent az, hogy azt mondom, hogy ezt érzem? Mit jelent az, hogy nincs más? Tehát én nem mondom valójában, de mi az érzés ennek? Te könyveket olvasol, magyarul, és megpróbálod keresztül menni minden, amit ezek írnak, és megvalósítani, amit a kabbalisták mondnak. És így felébreszted reformál a fényt. Teszi, ez a teszt bevezetőjében le van írva. 55-ös pontban. Köszönjük mindenkinek, mindenkit meghívunk, hogy mindenkinek további jelentéseket láthassa. Odaleszium. אם אתה אקדמאי בעל השכלה גבוהה, אנחנו זקוקים לך. כנס הפצה ארצי בנושא קבלה ומדע. בנושא קבלה אקדמיה, ahol egy tudományos konferenciát tartunk Dr. Michael Lightman-nal, holnap pénteken, ugye április 8-án, a קבלה לעמוקבן és Petah Tikvában. Köszönjük, és mindenkinek egy csodálatos napot. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.
אשרם שככה הלוך, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.